Fontos feladat a Prohászka úton és a vasútállomás környékén a parkolási gondok csökkentése és a forgalombiztonság növelése. Ezért az önkormányzat által korábban megvásárolt területen most ideiglenes parkolókat alakít ki a városgondnokság. Molnár Tamás, a városrész önkormányzati képviselője híradónknak azt mondta, jelenleg a környék parkolási nehézségeinek enyhítése a cél. Ezért az üres területet, ahol 100-110 autó fér el, most így hasznosítják. A vásárlást a város lefolytatta, a területet megvásárolta az önkormányzat, visszakerült köztulajdonba, ami nagyon nagy öröm, erről már egy bejelentés történt fél évvel ezelőtt. Most pedig rendezzük ezt a terepet, hiszen azt, hogy megvásároltuk, nem elég, hiszen egy olyan közfeladatot kell, hogy ellásson, ami mindenki számára segítséget nyújt itt a területen. Most ideiglenesen kialakításra kerül egy olyan parkoló, amely tehermentesíti mind a vasútállomást, mind pedig az itt élők helyzetét és lehetőségeit. A tereprendezés a szerdai munkaterület átadás után megkezdődhet, a városgondnokság szakemberei november 30-áig a tervek szerint végeznek a munkálatokkal. A területnek a lepucolását követően egy egységes zuzótköves felület kerül majd kialakításra. A Prohászka út felőli oldalon a kerítés elbontásra kerül, és a közvilágítási is fog létesülni, amelynek védelmében szegéllyel körbehatárolt területek fognak kialakulni. Az elkészült előzetes tervek szerint ingyenes parkolók megközelítése az Erkel utca felől nem lesz lehetséges, a Kaszap István utca felől lehet majd behajtani. A területet szikkasztóárkokkal, illetve korlátokkal fogják majd körülhatárolni.